van egy ország, ahol álmomban jártam, erről az országról, az a hír járja most már 30 éve, hogy 30 év múlva utol fogjuk őket érni. A mai adásban kiterül, hogy melyik országról beszélünk, kezdünk. Csillogó szemek, dollárhegyek, zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres. Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül. A pénzzel. Az Investmentors beszélgető műsorában privát bankára osztják meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről, legújabb befektetési trendekről és arról, hogy miért érdemes odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára. Pénzbeszél Podcast, Magyar Zoltán Horváth, Attila és Tátrai Csaba in the house, és a mai napon egy kérdezés fókuszú napot fogunk tartani, körülbelül egy 20 percben kérdések lesznek a középpontban. Lesznek gyakori kérdések, röviden egyik, illetve kérdésre, amit az elején föltettem, várom a választ, mondjuk melyik ország lehet szerintetek az, amelyik 30 év múlva utolérésre kerül. Sógorok. A sógorok? Segíts Attila, ez mit jelenthet? Ausztria. Ausztria, oké. Okay. Szerintem a hallgatóink legtöbbje, ezt sejtette már a felvezetőből, hogy Ausztria fog ma témaként a terítékre kerülni, úgyhogy kezdjük is. Kettő osztata lesz a mai adásunknak. Még mielőtt belefognánk, arra biztatunk mindenkit, aki még nem tette volna meg, hogy iratkozzon fel valamelyik podcast platformon a Pénzbeszél podcastünkre, illetve majd fogunk most csinálni ilyen szavazásokat, ilyen kérdezfelelek játékot. Ezt már el is követtük az előző adásnál, a leírásban lehet majd látni, hogy mi az heti kérdés, úgyhogy arra várjuk majd mindenkitől a szavazatokat véleménykutatás jelleggel. Köszönjük szépen így előre is. Mai napon tehát kezdjük Ausztriának a big picture-ével, vagyis megfestjük a nagy képet, kiderítjük, hogy milyen helyértéken is érdemes kezelni Ausztriát mondjuk Magyarországgal szembe, tehát piros sarok Ausztria, kék sarok Magyarország, vagy fordítva, nem tudom, Attila, kezd talán te. Kezdem akkor a, azzal, hogy miért is egyáltalán téma ez, nem csak itt a pénzbeszélben, hanem hogy általában a befektetőknél miért gondolkoznak azon, hogy Magyarországon kívül keressenek lehetőségeket. Címszavasan, hogy mik azok a problémák, amik ma nyomasztják kedves befektetőket. Az egyik ilyen, ami nagyon szemmel látható, az a forintnak az értékvesztése, az euróhoz, meg a dollárhoz képest is, de az euróhoz képest az, amit a leggyakrabban szoktunk követni. Ugye azt láttuk azt, hogy tizen pár évvel ezelőtt elindultunk 250-ről, most már örülünk, hogyha csak 400 forint egy euró. Ugye volt már 417 is, és mm -hmm. mostanában egész sokat van 410 körül, úgy tűnt, hogy a 380, aztán a 400 lesz az új megszokott, most meg már a 410. A ti praxisotokat ráadásul végigköveti ez az állandó kérdés, hogy lesz még 300 forint az euró, hogy megéri most befektetni? Erről már több podcastben beszéltünk, de Csaba, te is meg tudsz erősíteni. Igen, hogy vissza fog -e, e csorogni mondjuk 350-re, akár 370-re. <laughs> Nagyon pessimisták azt gondolják, hogy hát ez 400 alá sem. Én úgy gondolom, hogy e, nyilván egy megfelelő gazdaságpolitikával adott esetben lehet, de most e, pont nem abba az irányba tart Se az ország, se a világgazdaság, hogy újra mondjuk 400-alá bukjon. Inkább hiúábránd, mint, mint valós bekövetkezhető esemény. Igen, mert ugye egy ország, ezt már többször mondtam, egy országnak a devizája, Lást forint, egy indexként funkcionál. Tehát a nemzetközi megítélése az országunkról most ezt a képet mutatja, amikor van egy kis kamatemelés, ami látszik, hogy a nemzetközi viszonylatban nem is lenne az egyébként annyira kicsi, mégis mondjuk egy, egy másfél-két százalékot doba a forinton, aztán pár nap múlva visszacsorog mm. negatív irányba. Oké, okay, mi van még? Megítélésnél, hogyha már itt tartunk, akkor néhány hetes hír az, hogy leminősítették Magyarországot, Eddig is sokan érezték azt, hogy Magyarországnak a gazdasági helyzete bizonytalan, ez önmagában egy kockázatot jelent egy befektetőnek, vagy abból a szempontból, hogy elinflálják a pénzét, vagy azért, mert esetleg egy bankcsőt hullám, vagy egy nagyra nőtt mondjuk adóztatás indul meg az országban, ezek ugye mint egy reális forgatókönyvek akkor, hogyha egy országnak megindul lefele megbízhatósági pályája. Szóval ez az egyik az, hogy leminősítették az országot, nagyobb a kockázata, illetve ide tartozik az is, ja, megnézzük, azt, hogy mi történt az elmúlt 30 évben, akkor kb. minden évre jut legalább egy bankcsőd Idén a Sperbank ment csődbe. Ez Magyarországon. Magyar Magyarországon, igen. <laughs> és uh, ugye minden évben jut legalább egy bank, ami csődbe ment, ugye volt Budakes, Questor, csődbe ment, hat takarékbank, aztán csődbe ment Széchenyi bank, Kinizsi bank. Agrobank. Agro Növekedési és bank. Az is egy friss sztori. Hungária, igen, nem, nem volt valami olyan? Umeri biztosító. Volt biztosítói egy értékpapír, is. igen. Nem, azt szerintem ért Brokerscég, értékpapír, broker de... Igen, értékpapír. Postabank, igen. és hát a 90-es években meg aztán még több, kisebb-nagyobb hmm. szolgáltató. Jó, tehát minden évre jut egy pénzügyi csőd, vagy valami elszasoló botrány, csalás, egyéb dolog így kárpát medencén ezen szegletében? Igen, és hát, hogyha valaki csak egy félszemmel követi a híreket, akkor azért szembe jön egyszerűen bele a valóság, és kialakulhat teljesen jogosan az a képzet, hogy a magyar bankrendszer az összességében azt lehet mondani, hogy bizonytalan. Ugye van még itt egy tényező, ha már a forintról van szó, az az infláció, ami szintén egy kiemelt bizonytalanságot jelent. Jelenleg 13,7% a maginfláció, de az MNB alelnöke szerint, és szerintem most már tényleg ott tartunk, hogy körülbelül minden józan gondolkodású magyar állampolgár szerint ez 20% fölé fog emelkedni év végéig. Igen, Virág Barnabás talán a legtöbbet idézett szereplője a magyar közéletnek ebben a podcastben, de... Meglepő ez... őszintessége. Igen, említem. az őszintessége miatt szerintem tényleg. Ezzel szemben Ausztriában most 8,7 az infláció, ami egyébként ez is több tíz éves rekordnak számít. De örülnénk neki, mondjuk, hogyha uh -huh. fele ennyi lenne. És hát visszatérve az inflációra, hogy mondjuk a fogyasztói árindex 20%, akkor az élelmiszerek növekedése az ugye ennél még több. Tehát már most 30% környékén van, uh -huh. és várhatóan ez tovább emelkedik. Így van? Ugarjunk is akkor Ausztriára, mert szerintem ezek voltak így a leghúsba vágóbbak. Lehetne még hosszan sorolni, de azt hiszem, hogy címszavasan már ez is elég ahhoz, hogy valaki elkezdjen. Azon gondolkodni, hogy Magyarországon kívül milyen lehetőségek vannak. Oké, okay, szuper. Festmény egyik fele kész, Csaba fest, meg a másik felé. <laughs> Jó, most jött a hír pár nappal ezelőtt, hogy ennyien soha nem dolgoztak még Ausztriában. Ugye több mint 114 ezer magyar állampolgár dolgozik Ausztriában. Ez azt jelenti, hogy majdnem egy nyíregyháza teljes lakosságát jelenti. Vagy egy 17. kerület? De... <laughs> akár, akár, attól függ, onnan nézzük, igen, de Nyíregyházának néztem utána. A lényeg az, hogy tehát az elmúlt másfél évtizedben több százezer magyar költözött külföldre, Ausztriában ebből a, a mennyiségből körülbelül a jelenlegi adatok szerint több mint 94 ezer magyar állampolgár él Ausztriában. Ez egy brutálisan nagy szám, és ez a szám várhatóan a következő hónapokban, években folyamatosan emelkedni fog. Ezt lehet most a Katára, lehet a gazdasági helyzetre fogni, de fordított arány nem áll fönn, tehát nem látunk osztrák családokat, akik hegyes halomnál törtetnének mondjuk győrben munkát vállalni. Lehet, hogy vannak. Nyugatról keletre szökők. Igen, tehát ezeket, hogy másznak át a kerítésen, ilyeneket azért nem lehet gyakran tapasztalni. Nyugat felé általában ugye az utolsó ilyen nagyobb hullámot akkor láttuk, amikor volt a devizaválság, és a 2008-as hitelválság az végig söpört az egész világon. Félek attól, hogy egy hasonló volumen fog most is kibontakozni. Miért is keresik annyira sokan Ausztriában a munka lehetőséget, az mi sem mondhatja jobban, mint hogy például a bruttó átlagkereset éves szinten 69.610 euró per év, ami azt jelenti, hogy több mint 5.800 euró per hónap, ami mondjuk a mai 405-ös árfolyamon számolva 2.349.000 forint. Ugyanez Magyarországon bruttó 503.500 forint jelenleg. Most Majd, majdnem az ötszörös akkor. Szerintem a legtöbb hallgatónk, hogyha most végig gondolja, hogy miért mehetnek ki a magyarok, mindenki tudna írni szerintem 5-6 dolgot, úgyhogy ezzel valószínűleg teljes mértékben egyetértenek. Ez lehet az egyik oka, amit most felsoroltál Csaba. Viszont a ksh kapcsolatos adatokra mindig a fórumokban, meg a Facebook komment szekcióban szoktam látni, amikor kijön, hogy a KSH kidobta, hogy félmillió a bruttó itthon, akkor mindig mondják, hogy nagyon szép államország, gratulálok a KSH munkatársainak, ezt, el, elpacsáltátok, meg ilyenek szoktak ott megjelenik kicsit uh, rustikusabban fogalmazva, és képzett kiderítettem, hogy azért ilyen uh, relatíven magas a bruttó az átlagkereset Magyarországon, mert uh, nem veszi figyelembe a KSH az öt főnél kisebb foglalkoztatottságú vállalatokat. Magyarul az a, nem is a, nagyon sok, tehát kis cégek, gondoljatok be egy ABC-re, a mikrovállalatokra. Vagy Természetesen ott vannak tömegesen minimálbérre bejelentve, meg zseb, -zseb kifizetve az emberek, és nyilván, hogyha ez az adat is beáramolna akkor egy, azt szokta mondani a szakértő, hogy egy olyan 50 ezerrel mínuszolják meg mindig azt, amit a KSH kiküld, tehát 500 ezer mínusz 50, 450 bruttó, az meg 300 ezer alatt van valahol, vagy a körül van nettóban, tehát ez az igazi valóság. Csak azoknak mondom, hogy akik bár, nem tudták. Igen, ez már közelít. És ugye visszatérve Ausztriára, hogy az egy főre jutó GDP, az több mint három és félszer akkora Ausztriában, mint Magyarországon. Tehát jobb ott az élet egész egyszerűen. Ez látszik is, mert ugye megnézzük azt, hogy tíz éve még 40 ezre, most még már 114 ezre, tehát meg háromszorozódott tíz év alatt, ami hát, hatalmas szám, háromszor annyian dolgoznak egy évtized leforgása alatt. Nem véletlen, hogy ugye Ausztria bebetonozta magát a, a világ 15 leggazdagabb országa közé, és azért több, mint 300 olyan nemzetközi vállalat van, akinek a gyártása, illetve az Európai Központja Ausztriában van, tehát ez nyilván rengeteg munkaerőt felszív, és biztos hosszú távú munkát biztosít. És hát saját vállalatokat, hogyha megnézzük Ausztriában, ezek a, azok az adatok, amik ugye jól mutatják egy gazdaság potenciáját hosszú távon, hogy több mint 400 olyan világhírű vállalata van Ausztriának, ami saját, ami exportra termel, és világszinten megkerülhetetlen szereplője. Na most ezzel szemben Magyarországon ugye nagyjából egy kezemen meg tudom, és bocsánat, ha valakit kihagyok. Ugye 91-ben, mondjuk, vagy 90-ben a rendszerváltáskor, körülbelül ugyanezeket a cégeket soroltuk volna föl. Mol, OTP, a Richter, illetve mondjuk cvak, cvak. így van. Törlej alkoholban jók vagyunk. Így van, így van, valamint mondjuk a grafisoft, azt még esetleg lehetne mondani, és nyilván vannak még mondjuk építőipari vállalatok, stb., de ezek elsősorban azért Magyarországra fókuszálnak, viszont kevés olyan exportra termelő nagy vállalatunk van. Szemben például ez az, amit mondok Ausztriában, hogy több mint 400 ilyen hmm. nagy vállalat van. Ez önmagában egy nagyon komoly versenyelőnt jelent, Ausztria javára szintén mondjuk a Waberer jutott eszembe, talán az ott volt régen. Igen, igen. Kár volt ezen gondolkodnom. Hát meg lehet nézni egyébként a Box Indexet. Ja, igen. És, a, és akkor abból, abból a, a bevégig lehet szondázni. Most nyilván ezért mondom, hogy elnézést, ha valakit kihagytam, de most két kezemmel meg tudjuk számolni ezeket a cégeket. És ezeknek a listája, ugye pont ezt akarom mondani, hogy mondjuk 30-32 év alatt nem nagyon változott. Igen. Tehát azt látni kell, hogy azért tud egy országban magas lenni az átlag bér mert hogy az egy országban a vállalatok kiemelten hatékonyan működnek. Ugye ez, ez az alapfeltétele neki, hogyha egy, egy országban nincsenek jól működő vállalatok, nem dolgozik exportra, nem, nincsen egy olyan hatékonyság, nincsen egy olyan pénztermelő képesség mögötte, akkor nem tud fizetni a vállalat az alkalmazottainak, egy magasabb bért nem tudja odavonzani a jobb képesítésű embereket, hogy ahol ki tudnak fizetni magasabb béreket, ott nem csak az exportra termelő szupervállalatoknak az alkalmazottai, meg a felső vezetői fognak jól keresni, hanem ebből fog majd következni, hogy úgy általában mindennek föl fog, az időnek föl fog menni az értéke, ezért van az, hogy Ausztriában egy hajvágás 100 euró, nem csak a nagyvállalatoknál, hanem igazából mindenkinek fölértékelődik ezzel együtt az ideje. Igen. 100 euró az 40 ezer forint azoknak mondom, akik még abban vannak, hogy 30 ezer. Mert... <laughs> <laughs> Vagy hogy átmennek Bécsbe levágatni. hajóba. <laughs> <laughs> ja igen, még ez is jó. De eh, bocsánat, csak még annyit, hogy a, a válságállóság, ez szintén hozzátartozik a nagyvállalathoz. Tehát, hogy amikor ugye arról van szó, hogy recesszióba süllyedő egy gazdaság, globális válság van, ami a kapitalizmusnak egy újra rendeződés, egy természetes folyamata, akkor nagyon nem mindegy, hogy egy KKV szektorban dolgozok, ami mondjuk két-három vagy öt éve alakult, amiből rengeteg van a piacon, vagy pedig egy adott esetben nagy multinál, vagy egy multinak dolgozok be, és hosszú távú, akár több tíz éves perspektíva van benne. És Ausztriát nem csak magánszemélyek választják, mint destináció, vagy mint állandó munka és lakóhely hanem cégek is nagyon sokan ott rakják le a székhelyüket, jogbiztonság miatt is. Kiszámítható szisztéma van, nem kell attól félni, hogy hétfőről kedre megváltoztatnak nagyon lényeges törvényeket, ellehetetlenítenek vállalkozói csoportokat, hanem ott azért teljesen jól tervezhető a jövője egy cégnek, vagy egy kisebb vállalkozásnak. Meg, meg nagyon jól képzettek az, az ott dolgozók, vagy úgy általában a lakosság, amikor egy pár évvel ezelőtt kint voltunk banki partnerünknél, és készítettünk egy interjút az igazgatókkal, hogy kérdeztük azt, hogy igazából mi, mi is az a legnagyobb előnye itt Ausztriának, amit a bank így élvez, meg ami szerintük jelen van. És nagyon érdekes, hogy nem azt mondták, hogy egyébként nagyon sok pénze van az embereknek, vagy hogy dübörög a gazdaság, vagy hogy nagyon Biztonság jog, van. nagyon a nagy jogbiztonság, hanem az, hogy hogy nagyon jól képzettek az emberek. Uh -huh. Az, hogy az egyetem, első osztályú egyetemek vannak, a bank is egyébként vadászik onnan a jól képzett végzősöket, de hogy ez, ez, nem csak a banki szektor, nem csak a pénzügyi szektorra, hanem a mérnököktől kezdve a programozókon át sok területen megjelenik. Uh -huh. Érdemes átlátogatni abba az országba, picit sétálni az utcákon. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy valahogy nagyobb a nyugodtság, nyugalom, kiszámíthatóság, de ez már lehet, hogy csak belemagyaráztam, mert itthon nagyon csúnya plakátoktól menekültem át oda éppen egy választási időszak kellős közepén. <laughs> Mit szólnátok, hogyha egy csemegével kedveskednénk még a kedves hallgatóinknak, mégpedig a leggyakrabban felénk intézett kérdések formájában, rövidítve ugye GIK, gyakran ismételt kérdések, amik a több év, éves praxisunk során a tárgyaló asztalnál magyar ügyfelektől az irányunkba vándoroltak. Nagyon jó, kezdjünk. Oké, okay. mit szólsz Attila? Te, tied lehet az első kérdés, hogyha akarod. Köszönöm a szót, akkor olvasom, jó? És okay. aztán majd válaszolunk rá elveheti a magyar állam az Ausztriában tárolt megtakarításomat? Belecsaptunk a közepébe. Igen, de szerintem mindenkit érdekelhet ez a kérdés, Csaba. A magyar állam az nem végrehajtó szerv. Tehát a rövid válasz az, hogy nem. Abban az esetben, hogyha valakivel szemben olyan bírósági végzés születik, megfelelő gazdasági szervezeten keresztül ez megtörténhet. Ne legyen illúziója valakinek, hogyha terrorizmus vagy pénzmosás miatt így keresik, akkor Ausztria ugyanúgy ki fogja őt adni, de ez a kérdés, úgy gondolom, hogy inkább akkor szokott így fölmerülni, hogy, az ember attól tart, hogy ha Magyarországon a gazdasági helyzet nagyon kényessé változik, akkor a magyar állam át tud -e nyúlni, és el tudja venni az Ausztriában tárolt, ö, befektet, magyarországi befektetőknek az Ausztriában tárolt pénzét. Ugye, szerintem a leg, leginkább ebből fakad, a bizonytalanságból a kérdés. A vállalati ügyfeleknél például nem lehet inkasszálni. Ez nagyon fontos, hogy Magyarországon ugye mondjuk egy iparűzési adó benefizetésékor automatikusan jöhet egy inkasszó, Ausztriában ez természetesen nem történhet meg. Igen, én még el szoktam mondani, hogy azért van a magántulajdonnak még szentsége, bármennyire rossz is a, a hazai megítélése a, a mindenkori kormánynak, de azért se a Suzuki Igniszt, se az internet előfizetést nem veszi el az állam, mint ahogy Csaba mondta, nem egy végrehajtószerv, hanem vannak neki is ugyanúgy, mint peres, alperes és felperes. Ha ilyen esetben nyer az a magyar állam, akkor elképzelhető, de egyébként ez egyáltalán nem fenyegeti a banki ügyfeleket vagy, vagy befektetőket. Szóval ez a magányugdíj pénztárnál szokták még ezt nagyon sokan felvetni, hogy azt is elvette a magyar állam. Hát erről már volt szó a podcastben, azt sem vehette el a magyar állam, és nem is vette el, hanem mindenkinek biztosított lehetőséget a nyilatkozattételről. Aki nem nyilatkozott arról, hogy megtartaná ezt a tagságát, azoknak visszaolvasztották a vagyonát a magyar állam kasszájába. Akik pedig nyilatkoztak, körülbelül 100 ezer magyar honfitársunk, azoknak még ma is van a magányugdíjpénztári tagságú, tehát még a leghíresebb állami tolvajlás sem valós alapokon nyugszik, hiszen most is nyugodtan föl lehet menni az internetre, és meg lehet nézni, hogy négy magányugdíjpénztár kezel körülbelül 300 milliárd forintnyi magyar vagyont, nyugdíj vagyont. Úgyhogy erre ez a rövid válaszunk. Nézzük meg a másikat, ott átveszem a szót, mit szólnátok a következőhöz, mégpedig ami úgy hangzik, hogy mi lesz az osztrák bankban elhelyezett megtakarításaimmal, ha kilépünk az EU-ból? ez a mai kérdésünk. Hát nekem Svájc meg Anglia jut eszembe. <laughs> első Pláne <kertem>. az utóbbi. <laughs> Ugye Svájcra mondta még a bödös Tibor, hogy állítólag azért marad ki a második világháborúból, mert Churchill uh, rá, ráhamúzott jaltában. <gül> <gül> van egy ilyen. Svájc szeret, szeret mindenből kimaradni, például az EU-ból is ki van maradva, de hogyha megkérdeznél egy magyar embert, hogy fektetne Svájci bankban, vagy tenni oda a pénzét, valószínűleg gondolkodás nélkül mondani, hogy persze, pedig nem EU tag, úgyhogy uh, mindenkit meg tud nyugtatni, hogyha Ausztria valami teljesen lehetetlen uh, okból kifolyólag. Uh, kilépne az EU-ból, vagy Magyarország kilépne az EU-ból, attól még Szeretem az... inkább az utóbbira. Inkább az utóbbi, valószínűbb, de reméljük azt se következik be, akkor a, az osztrák bankkal történt, vagy kötött szerződésemet ez nem érinti, tehát nyugodtan lehet ilyen országon nem, Ugyanúgy működik, nyilván itt uh, új kör adódik, ami azt jelenti, hogy például az adózás szempontjából most ugye kettős adóztatás elkerülése véget Magyarországon adó rezidensek az ügyfeleink, legyen az természetes személy vagy jogi személy, ebben az esetben el lehet majd dönteni, és egy új fejezet nyílik, hogy akkor most Ausztriában vagy Magyarországon adózik, vagy esetleg mind a kettő esetben, de most nyilván ne szaladjunk ennyire előre, hiszen ez még csak egy jövőbeli gondolat, ami reméljük, hogy nem lesz realitás. Én is ebben bízok. Csaba, tiéd a következő kérdés, de felolvasom szívesen. Milyen kamatot adnak az osztrák bankok? Mennyit fizet az osztrák állampapír? Pont erről beszéltünk a szünetben, ezt ne, ne titkoljuk el. <laughs> Igen. Igen, ez egy érdekes és visszatérő kérdés. Ezt ketté választanám az erre adott választ, mert ugye ott is vannak kereskedelmi bankok. Annyira, hogy Európa egyik legsűrűbb bankhálózata kint van, több mint négyezer bankfiók van kint, pedig kisebb az ország, mint Magyarország. A kereskedelmi bankok, mivel az alapkamat fél százalék, ott sem adnak szemmel látható kamatokat, hiszen egy 8,7 százalékos inflációnál abszolút nem beszélhetünk reál hozamról, reál kamatról. Tehát 0 és 0,5 százalék között Iram. lehet valahol a banki betéti kamatok mértéke, mert hogy ez egyébként. Így van minden országban, így ahol van. ez a bankrendszer Így van. van. Ausztriában, Svájc mellett nagyon-nagyon fejlett a bankrendszer. Létrejöttek nem most, hanem már több mint száz évvel ezelőtt szakosított pénzintézetek, privát bankok. Tehát amikor még itt mi küzdöttünk a szabadságunkért, adott esetben dualizmusban voltunk, akkor ott már rengeteg gombomód szaporodtak ugye a magánbankok. Azoknak egy része a mai napig egyébként megvan, és befektetési privát bankként működ. ]nek. És itt van a kulcs Magyarországgal szemben, hogy vannak olyan banki jogosultsággal rendelkező pénzintézetek, mint például a Partnerbank AG, aki alapvetően nem gyűjt betétet, hanem befektetési bankként globális piaci lehetőséget tesz elérhetővé, kvázi mint egy broker cég, de nagyon messze áll attól, hiszen a broker cégnél 1000 eurót valahova befektetünk, nyitunk egy platformot, és akkor onnantól kezdve nálunk pattog a labda, hogy mit kezdünk azzal a pénzzel, hova fektetjük. Több tízezer lehetőség közül választhatunk, és a felelősségnek a teljes súlya az rajtunk van. Ezzel szemben mondjuk egy befektetési banknál, ugye van egy szakértői gárda, akár vagyonkezelők, privátbankárok, és nyilván a, a banknak ezer és egy olyan know how -ja, ami segít minket abban, hogy az igényeinkre szabottan legmegfelelőbb befektetési lehetőséget megtaláljuk. Nyilván a banknak az az érdeke, hogy az ügyfeleik elégedettek legyenek, és ezért működteti ezt, ezt a szakembergárdát. Igen. Tehát, a... Tehát, tehát ezt úgy tudnám, hogy a legjobban így, hogyha a kérdésre kapcsolódva így válaszolni erre, hogy, hogy az egyiknél a kérdés arra vonatkozik, hogy de hogyha befektető saját maga szeretne végigjárni azt, hogy mennyit fizetnek Ausztriában, mennyit Magyarországon, mennyit Szlovákiába, és aztán miután megvan minden információ, kb. az összes országnak a betétjéről, meg a, az állampapír kamatairól, akkor a végén eldönti, hogy mi lenne számára az ideális. Egy fejlett banki szolgáltatásnál, egy privát banki szolgáltatásnál az ügyfél elmondja azt, hogy neki fontos a biztonság, szeretne érdemi hozamot elérni, és átpasszolja a feladatot a privát bankárnak, meg a banknak a csapatának, és onnantól a bank, meg a tanácsadója fogja ezt a szkenelést elvégezni, végignézi a lehetőségeket, ezt a háttérmunkát elvégzi, és onnantól már a megoldásokkal jön. Tehát igazából az egész folyamat fordítva történik egy jól működő osztrák privátbanki szolgáltatásnál, nem onnan indulunk, hogy mennyi a kamat, hanem onnan, hogy mit szeretnék és akkor erre mondják azt, hogy mi a legjobb lehetőség. Így van. Az fontos különbséget tenni, és hogyha valaki egyébként érzi magában az intuíciót, vagy a motivációt, hogy velünk felvegye a kapcsolatot, és Javaslatokat kérjen az ő befektetései céljaihoz, akkor fontos látni, hogy mi azért nem bankbetéteket helyezzünk el Ausztriában, hanem kimondottan befektetési portfóliókat állítunk össze, ami a globális értékpapírpiacok van összeválogatva, sőt messze nem a bankbetéti 0 és 1 százalék körüli kamatokról beszélünk, hanem ennél lényegesen magasabb az infláció, a versenyképes vagy azt megelőző növekményekre is van kilátás. Száz éves állampapírt? És bedob, igen, bedobod. a száz 100 éve, 100 éves állampapír, ugye egyedül Ausztria merte bevállalni pár évvel ezelőtt, hogy száz évre bocsájt ki állampapírt, egy százalékon. <laughs> Ezt fel. hagyom megemészteni, tehát euróban egy százalék ausztriai állampapír, és szétkapták. Tehát, hogy hihetetlen a jegyzés várható hozamához képest, vagy volumenéhez képest többszörösen jelentkeztek alapkezelők, magánszemélyek, hogy vásárolnának ebből ami egy nagyon érdekes helyzet, és van egy másik ilyen kis kuriózum, hogy egyes befektetési bankoknál, például a Partnerbank ag lehet fizikai aranyat is választani a portfólióba. Tehát itt Magyarországon a privátbanki szekcióban sehol nem lehet vásárolni és tárolásra. Külön trezorban tartják, meg van, haza tárolás lehet tárolás fantasztikus. Almas. Egyébként ez az egy százalékos állampapír csodálatosan mutatja Ausztria stabilitását és a magabiztosságát. Tehát... <laughs> Mert ugye ez azt jelenti, hogy a befektető újat kölcsön Ausztriának egy évszázadra, tehát azt tudja, hogy túl fogja élni a befektetőt, olyan hosszú időtávban, Befektetőt. Gondol... A befektető, Tehát olyan hosszú időtávban tud gondolkodni, meg olyan hosszú időtávra elkötelezi magát, hogy az biztos, hogy túlmutat az életén, és csak egy százalékra. Tehát az a nagyon nagy bátorság kell hozzá, nagyon nagy bizalom, hogyha azért egy nagyon nyomott kamatért cserébe egy nagyon nagy biztonságot kapjon a befektető. És nyilván ez, ez, működik, hiszen nem vásárolnák meg ekkora számban. Hát és hogyha megnézzük az ország besorolását, akkor dupla plusz láthatunk. Ugye a legjobb tripla ból pár évvel ezelőtt süllyedt le egyel, de hát ez gyakorlatilag még mindig azért a non plusz ultra besorolás, tehát ezért is van az, hogy Európa egyik legstabilabb, sőt a világon ugye a 15 legstabilabb országban vagyunk benne. Ha Ausztriáról beszélünk, vagy oda fektetünk, és erre a pénzügyi rendszer, a kormány rendkívül figyel, hogy ezt megtartsa, ezt a besorolást. Na jöjjön még egy kérdés. Euróban lehet csak befektetni Osztrák bankban? Nem. Nem. Nem lehet nem. dollár is, sőt, akár magyar forint is lehet, hogyha valaki... Ha valaki bátor, szereti a veszélyt, akkor lehet forintban is befektetni. Hát, hogyha úgy érzi, hogy mondjuk neki nem veszi be a gyomra 400 fölötti euró árfolyamot, ezt mindenkinek lehet rajta, van, aki úgy gondolja, hogy ez megy lentebb is, akkor forintos befektetéseket is el lehet érni. Azt el lehet mondani, hogy az ügyfeleink többsége euróban, dollárban és időnként forintban. És vannak vagyonkezelések, svájci frank is van bennük, vagy éppen Dán korona, de nyilván itt egy-két céget kell lehet említeni. Uh -huh. Oké, okay, Akkor ez megválaszolásra került. Hol történik a váltás? Ugye forintban jön az ügyfél, szeretne befektetni, és valószínűleg euróban vagy más értékáló devizában tartja. Miket lehet elmondani neki. Az ügyfél dönti el, ez a legfontosabb. Igen. Hogy nincsen olyan kötöttsége neki, hogy kötelező eurót beutalni, a kötelező neki dollárt, és akkor ki van egy olyan egyértelmű házi feladata, hogy ezt le kell váltani. Hogyha szeretne, akkor tud forintban utalni, és akkor leváltja a bank. Hogyha úgy gondolja, hogy neki már vagy, vagy, már most eurója van, vagy hogy egyébként jó helyen tud váltani, akkor utaljon eurót. Tehát ez, ez igazából teljesen rugalmas, az ügyfél dönti el. Az ördög ugye részletekbe rejlik, ahogy szokták volt mondani. Erre van egy nagyon jó ábránk, ami amikor ezt a kérdést megkapjuk, akkor mindig ezt szoktuk megmutatni az ügyfeleknek. Tehát, hogyha kinyílik egy eurós vagy egy dolláros számla, Magyarországon van egy forintos számla, akkor a partnerbanknak van a Raiffeisen Bankban egy gyűjtő, nevezet, gyűjtő számlája, így van. Ez egy belföldi utalásnak minősül, nagyon sokan kedvezményesen utalnak belföldön, és akkor a partnerbank viszi át Ausztriába, és ott kint körülbelül egy ilyen 0,9 on váltják át, tehát középárfolyamhoz képest 0,9 körül szemben azzal, hogyha valaki a Magyar Bankból, és most nem direkt nem mondok neveket, közvetlenül utal a kinti számlájára, akkor a küldő bank fogja átváltani, és ehhez képest ez a tapasztalat másfél és 2,2 százalékon, tehát középárfolyamhoz képes számítva ennyivel drágább bank kerül átváltásra. Tehát ezért szoktuk mindig az első verziót javasolni az ügyfeleknek, illetve most már azért vannak olyan lehetőségek, fintek cégek, ahol ugye applikáción keresztül nagyjából középárfolyamot tudok váltani. A bank innen is befogadja egyébként az utalásokat. Igen, Revolut Wise és egyéb társaik működnek, úgyhogy ez a kérdés is azt hiszem megválaszolásra került. Van még nekünk érdekességünk, hogyan adózok az Ausztriában elhelyezett befektetéseim után? Ez a mai kérdésünk. Például nincsen tranzakciós adó, csak hogy kezdjük egy ilyen újdonsággal 2022. július 1-től Magyarországon az értékpapírok vásárlása után 0,3% tranzakciós adót kell fizetni. Ausztriában nincsen ilyen. Ugye van az utalások után is, az kell egy külön tranzakciós adót fizetni. Ez, ez, ez a külön adó rendkívül rövid ideje, csak 8 éve tart, meghatározhatatlan ideig, de hogy ez ez áll, ezzel szemben mondjuk például a partnerbankból forintot ingyen lehet kiutalni. Okay. És egyébként van tartós befektetési számla, TBS. ami egy zseniális találmány, az egy magyar találmány, de mivel ugye határon átnyúló szolgáltatóként működik a partnerbank, most nyilván ezt a saját bankunkról tudom elmondani, más bank tudtommal egyébként Ausztriában nincs ilyen jogosultsággal, akkor az összes itt tárgyalt befektetés, amikről már volt az eddigi podcastek során szó, illetve a tan tanácsadás során beszélgetünk, mindegyik elhelyezhető és adómentesé tehető. Magyar adóelőny magyar pénzre, osztrákban Magyar Biztonság. Magyar ütőérre, magyar vám. Igen, ez nagyon jó. Tartós befektetési számla azoknak mondom, akik nem hallották, öt év után adómentesen, pontosan nyereség-adómentesen fölvehető a befektetésen elért nyereség is, úgyhogy ez elérhető Ausztriában is és nem csak Magyarországon, ebben unikális talán a mi partnerünk. Nézzük tovább, ki kell -e utazni a számlanyításhoz az ügyintézés kapcsán? Nem. nem. De érdemes, mert egyébként Ausztria nagyon szép. Ausztria nagyon szép. Hely. De a számla az nem. Az egyetlen közel lévő állatkert, ahol van panda. Nem szeretem az állatkerteket, de most tudtam meg, hogy ott van panda. Tehát ha valamiért, akkor mondjuk ott Bécsbe ki lehet emiatt vándorolni, de egyébként a otthonuk nyugalmából el tudják intézni az ügyfelek az összes banki ügyeiket. Mi, mint privátbankárok, ilyen közvetítői szerepként jelen vagyunk az ő befektetéseik élete során. Ez így helytálló? Tejésen. Így van, és a COVID alatt ez tökéletesen vizsgázott, tehát most már 21. századi online számlanyitási rendszerek vannak, ahol néhány dokumentum aláírásával, a többit SMS kódos rendszer elfogadásával meg lehet nyitni Ausztriában egy értékpapír számlát, úgyhogy a kanapénkról nem kell felállni. Így van, otthon internetbankon meg lehet ellenőrizni, hogy mi történt, mi nyílt meg, úgyhogy nem kell kiutazni, de amúgy értemes, oké, ezt így, ezt így értettük. Rendben. Milyen befektetéseket lehet elérni Ausztrián keresztül? Ezek, ez szerintem azon remben, hogy nagyjából válaszoltunk, hogy ez abban több tízezer Igazán... papír. Ázsiától Amerikáig azért a legtöbb tőkepiacot el tudjuk érni. Észre. és... magas hozam, magas biztonság, arany középút. És ezért nem, tudom konkrétumot mondani, hogy akkor ez meg az meg amaz, mert minden esetben ugye az ügyfél dönt. Tehát erről szól a privátbanki szolgáltatás, ezért teljesen más, mint mondjuk egy sima lakossági folyószámla ügyintézés, hogy akkor bemegyek, és akkor van egy igény, egyedül még csak azt nem kérdezik meg, hogy akkor sorszámot, vagy bocsánat, kaparós sorsjegyet kérek-e. De most viccet félretéve, itt minden esetben egy nagyon alapos igényfelmérés történik, az osztrák FMA szabályai szerint, kockázatelemzés, és ezt követően ennek kiértékelését követően egy személyre szabott portfóliót kap minden kedves látogató ügyfél. Oké, okay, rendi, csak ezt is megválaszoltuk. Na még van egy egy utolsó, egy záró kérdés. Csak német nyelven lehet osztrák banknál ügyet intézni? Nem. E e e még a még magyarul az... is lehet. Magyarul is lehet, igen. Sőt, magát a számlát és a netbankot is lehet magyarul követni. Minden magyarul van. És ami nagyon fontos, így van pontosan, hogy a szerződés is teljes mértékben magyar nyelvű. Igen, és az internetbank is, meg úgy általában mi is magyar nyelven beszélünk az ügyfelekkel. Egyébként az előzőhöz jutott még eszembe, hogy nekem kisebb ideje van privát bankári karrierem, de még nekem nem fordult elő, hogy egy ügyfélnek ne tudtam volna azt adni, amire neki szüksége van. Tehát nem tudom, hogy veletek előfordult-e, de hogy csak a globális értékpapírpiac változatosságára visszautalván nagyon-nagyon sokrétű, és ezért nem nagyon kellett még azt mondani, hogy elnézést abban nem segíthetek kiderül a konzultáció során, hogy esetleg nem reálisak az igények, akkor azt meg azt meg igazából jelezzük ott. Uh -huh. De az sem arra vonatkozik, hogy valami olyan dolgot kér az ügyfél, amit egyébként lehetne csak nekünk így nem áll módunkban uh -huh. azt teljesíteni, hanem ez is a tanácsadásnak a része, hogyha esetleg mondjuk olyan dologra gondolt, ami nem, nincsen összhangban a valósággal, akkor, akkor itt azért egy tüköröt tartunk, és azt fölhívjuk erre a figyelmet. Igen, itt már egy picit belemennénk a sűrűjében, de biztos a hallgatókat azért érdekli az az elv, amit a Why Not The Best elnek szoktak becézni Ausztriában, és azon belül is a partnerbankban, ami azt jelenti, hogy például amit most bocsájtanak ki tőzsdére, úgynevezett IP-on keresztül, azok nem biztos, hogy a legjobb befektetések. Ezeknek a cégeknek ugye még bizonyítaniuk kell, és hogyha iparági szegmens vezető vállalatokat és jól körbejárható cégeket választunk bele a portfólióba, akkor a pénz, a tőke a lehetősége az jelentősen csökkenni fog. Nagyon fontos különbség, amikor meghatározunk egy befektetési bankot, vagy egy broker céget. Válaszolva a felvetett kérdésedre, volt már olyan ügyfél, aki jött egy listával, hogy nekem ez meg ez meg ez kéne, akkor nem mi vagyunk a legmegfelelőbb szolgáltató, mert ha van konkrét igény, és ráadásul tele van olyan cégekkel, amik most itt elhíresültek, például részvények ugye ismerünk jaj, ilyeneket, jaj. akkor vagy akár magyaró piacról is lehet egy-kettő ilyen nagyon durva szárnyaláson, több száz százalékos emelkedésen túllevő cégeket is vásárolni, de mi ezekkel nem foglalkozunk. Mm. És ilyenkor azt javasoljuk mindenkinek, hogy keressen más szolgáltatót? Oké. Okay. Az indokolatlanul felhájpolt részvények azoknak bizonyítaniuk kell, a többi pedig értékálló és jól működő vállalatoktól származó. Úgyhogy a mai podcast adás, ennyi volt ez a Pénzbeszél podcast vége, úgyhogy köszönjük mindenkinek a kitartó figyelmet, jövő héten ismét jelentkezünk a viszontlátásra, a viszonthallásra. A viszonthallásra, viszonthallásra. Ez volt a pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel Ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.